Kitérnek elnek a rendőrök. Úgy se látták, hogy hova mész. Rendőrök lerázása a buziknak való, ja. Jó. Ott vár rám, de ki nem szarja le. Whole truckload of it. A lot of wives and mistresses are gonna be happy when them men get a hold of those, huh? Whole city's gonna be hard in a few days' time. Who's this? That's my boy Nico. He's an absolute saint. You couldn't have done it without him. Nico! That's my boy Nico. As a few of Nico. Kenny. I work for whoever's paying. I might give you a call sometime. Get in, Packy. Hey, I'll catch you around, man. Engem meg itt hagytok a rendőrökre, sziasztok, basszátok meg. Jó. Elhagyott az apád. Ja. Apa, ne! Üdös árva lettél. Ez a Braver Coderman megint játszani akar. Mi? Mit nem csináltam semmit, bazd meg most. Rávász az autóra. Köcsögök. Nem csináltam semmi törvénnyel ütköző dolgó. Hogy haltam meg ettől? Ez szép volt. Nem csináltam semmi törvénybe ütköző, de azért inkább meghaltál, mint a gyerekok. Nem volt, nem tudtam elviselni, hogy megszöktem a törvényt, és inkább... Nem tudtam elviselni, hogy az apád elhagyom. Inkább szudokut hajtottam végre. Szudokut, jó van. Erről nem volt szó. Örülök, hogy ezt láttam. Akkor jó. Az lehetséges, hogy amikor nem figyelek rá, hogy néha beakad, akkor észre se veszem, hogy beakad, és olyan, mintha tök jól menne, de amikor figyelek rá, akkor meg végig szar. Nem tudom, lehet. Fingom sincs. Can I use your vehicle a moment? Ez jó szöveg, ezt még nem is hallottam. Ez egy új beszólás volt. Can I use your vehicle a moment? Á, jó dolog, hogy meg vannak udvarias emberek. Ja, hogy itt az ajtó, ó. Mindegy. Legalább az ajtó mész be. Bazd meg! Most jutott eszembe, hogy... Jó, szerdán, akkor még van idő. El kéne menni egy öltönyt venni szerintem. Megpróbálni valahogy legalább. Nézzük, hol van ruhabolt. Ez milyen... Persze, ide kell jönnöm. Miért akarsz te öltönyt? Nem kell az egyik munkához. Hoppá! Jó! Lefejled az oszlopot. De tetszik, hogy ezt direkt csináltam, hogy lerázom a rendőröket, mert ők kiszálltak, megnézni, hogy mi van velem, és én meg elmúztam közben. Gyorsan visszaugrasz, és mi igen. És tessék, leráztam őket. Képzeld, a valóságban is így ráz, ilyen autós üldözések lennének. Ja. Ez volt a világ leglassabb driftje. Hi, thanks for choosing Perseus. Hello. Vegyünk egy öltönyt. Rózsaszint. Olyan nem... Olyan nem lesz. Kell.
Lehet, hogy van-e mód, ahol lehet venni. Nico Versetti csupasz mód. Nico Versetti? Nico Versetti. Várja már, rózsaszín a nyakkendő. Na, pont, pont igen, ezt de két részes öltönyke. Mármint, hogy... Tehát... Hát, hogy mondjam, ilyen egyszínű alkalmi tudsz. Hát akkor veszek ugyanilyen nadrágot is. Cikő lenne. És ez majd hát, tapogatja a nyakkendőjét. Jó ez a nyakkendő legalább. Miért ne lenne benne? Tudom, van. Fingom sincs, megnézem. Kéne, hogy legyen, hát így elég hülyén néz neki, nem? Tudom. Na, drágok. Nico, what's this I hear about you running with Patrick McCreary now these days? He's got work and he's a good guy. You're not planning on taking him down, are you? Lay off him, for me. I'm not planning on taking him down. He's my damn brother, you idiot. Packy McCreary, Francis McCreary. It's all starting to make sense. I knew Irish families were big, but I didn't expect to run into brothers in a place the size of Liberty City. Yeah, just thank the Lord you ran into Packy and not my other brothers. Packy's just a hood, but Gerald is into some serious shit. And Derek, he's the worst. If that asshole ever comes back from Ireland, I can't be held responsible for what I do. My brothers ain't no good, Nico. Trust me on that. You know what? Me and Packy get along. Maybe if doing what you do is good, then I want to be no good instead. I should meet the other McCrearys. Be careful what you wish for. Most a nadrágot lecserélte, nem? Elvileg le van cserélve a nadrágom. De itt van valami nadrág, de ez... Ez nem olyan. A lényeg, hogy valami pink legyen azért rajtad, mert úgy hát a jó. Hát a nyakkendő. Megkömbben hát sírni fog meg. Tehát egyszínűnek kell lennie ahhoz, hogy menjek a interjúra? Ja, meg cipő is kell, azt hiszem. Ó, mi? Hát ezt te honnan veszed? Ja. Nem tudom, arra emlékszem, hogy egyszer valami izét vettem, olyat, ami nem jó neki, és kiírta, hogy hozzáillő, tehát egy öltönynyakkendő, meg hozzáillő cipő kell az interjúhoz. Nadrágról nem volt szó akkor. De ebben nem vagyok biztos. Hol van egyetlen nadrág? Ne hallgass rám. Vannak két részes öltönyök, amiket együtt kapsz. Az a fekete. Hát ez szerintem egy olyan volt, mivel a nadrágom is le lett cserélve, és azt nem vettem külön. Nem tudom, mindegy, hát próbáld meg így aztán. Szerintem ez működhet. Csak egy valami cipőt vegyél hozzá. Tetkót. Igen. Fasz tetkót az alszod. Itt... ahonnan vetted ezt a szart mögötte. Ahogy bemész a bal hátsó port. Lakcipő. Barna. Mi az, hogy félcipő? Ahhoz képest ez elég sokba kerül, meg így is. Így van. Fekete félcipő. Mi az, hogy félcipő? Nem hallottad még ezt? Nem. Mi? Ez nem félrefordítás, hogy ilyen tényleg? Nem, ilyen tényleg van. Mindjárt beírom, hogy is félcipő. Nem, nem. $200 egy cipőért. Jó. Remélem jó. Tényleg lesz. Van ilyen. Ha nem, akkor... Mondom, bazd meg. Miért ne felelnem a ruhám ehhez? Hát most... Jó az. Öltönyes kész. Nadrág nem volt az ilyen színű. Akkor is hülye hangzik, hogy félcipő. Fekete öltöny... Várj csak! Itt írja felül. Barna hosszú nadrág. Fekete hosszú nadrág. Jó van ez. Fekete öltöny nadrág. Vágott öltöny nadrág. Ez milyen? Nem látok semmi különbséget. Mindegyik ugyanúgy néz ki. Biztos csak az árában van különbség. Valószínű. De a szint kell megfizetni. Hát vagy a márkát. Egy Armani öltöny is ott van 400 000 forint körül. De ez Perseus. De az még csak annyi, hogy még ránézhetsz, az kerül ennyibe. Igen.
Meg fölpróbálhatod. Kéne hozzá, de hát hogy honnan szüljek? Hát jó lesz ez. Hogy is itt van a mindegy, környék. Ezt a vágott töltőn a drágot, akkor elviszem hát, ha. Az csak simon a drág. Jó, vagy te... Így egészen hát, világosabb már, nem? Ha lecserélte a... Mit? Hát amikor a zakót megvetted és lecserélte a nadrágodat is, akkor azok elvileg együtt járnak. De az fekete volt. Hát, azt. Nem tudom. A küldetés legnehezebb része az, hogy felöltöz hozzá. Úgy is itt van a környéken, menj oda, az kiírja, ha nem jó. Mi, hogyha oda megyek, akkor kiírja? Hm? De még nem jelzi ki. Ó. Oh. Holnap lesz délben. A kurva anyját meg bassza. Addig feppelj a boltban. Ja, vagy feküdj a pultra. Ez annyira tetszett, hogy csinálj még. Bemész és így dübeleltem. És megint megvettem egy ezresért. Helyes. Ez lehet, hogy nem lesz jó. És a cip, ez nem is változott a nadrágom. Jól van! Ne szarom. Szép a kocsid. Csak közelben egy sáve. Hausz. 6 óra telik el ugye egy mentéssel. Azt hiszem igen. Tehát, hogyha odaérek, mondjuk éjfélre elmentem, akkor lesz még utána 12 perc, ó, bazd meg. Na, új küldetést nem akarok kezdeni addig. Viszont elmehetnék mondjuk kajálni, mert kajálni már nem kell, mert ha elmentem, akkor tele leszek, de páncélért azért nem megyek. Menj el bowlingozni addig. Kurva Isten faszát. Ennyit az új öltönyről. Nincsenek semmi bajom. Drága volt, bazd meg, bírja. Kettő van rajtam. Kettő nőttem ebből. Van egy tartalék, úgyhogy nem gáz. Csodálatos. Ezek a random képhibák mindig olyan váratlanul érnek. Na megint. Úszok a semmiben. Menjünk akkor. Inkább a másikat viszem. Szépen leporkolod a saját autódat, és aztán egy másikkal elmész. Az az én autóm, ez is. Csak ezt kés, ezt még korábban hoztam ide, már megjavult azóta. Azt hiszem nem is volt ennek baja. De hogy nem, összetörted ezt is biztos. Tus, nem. Ezt nem. Mekkor meg összefogod? Nem. Ó. Oh. Ezek csak ilyen sportfestések, ilyen vágások, meg ilyen menőn néz ki. Direkt. Ja. Volt. Ó. Oh. Egy pillanatra már majdnem kételkedtem, de hát biztosan így van. Persze. Szarrá törted az autó. Csak szarrá törve.
Még világít is, meg minden. Már csak félig. Ezt az nem baj, elég igaz. Igaz. Fél Honda CRX. Szop. Annyira hiányzik ebből a játékból az, hogy random ereshetsz meg ilyenek. Ja, tök jó lenne. Meg egy random felrobbanjon a szemgolód. Olyan még nem volt egyikben sem szerintem. Oh. Majd lesz. De pont ez hiányzi. Olyan küldetés, amelyikben két nem kurva randa. Mi? Semmi. Vagy olyan, amivel mindjárt jövök. Jó! Jó! Akkor én is jövök mindjárt. Jó! Megyek, megerőszakol a mócét. Jó! Sűrike. Ez egy gyors menet volt. Ó, hát igen. Az a helyzet, hogy nem találtam bele. Mit? Mellé van. Ah. De Oci még nem jött vissza. Na, hogyha nem együtt jöttetek vissza. Hát nem is együtt mentünk el. Fúj. Nem tudom. Jó. Kussoljál? Jó. Mármint, hogy egészségedre. Mármint, hogy jó. Jó. Kötögönjük. Nem. Kom. Miért kezdett el akadozni nagyon az egész? Nem. Tudom, nekem is csinál ilyet néha, hogy... Akartam nézni az autókat, hogy hány jön meg ilyenek, de... De nekem is ezt csinálta, hogy néha akadozott, aztán így gondolt egyet, és akkor... megállt így gondolkozni, elindult, megint megállt. Mert is állt olyat, mert nem csinál. Na már ki is jelzi, hogy mehetek. Ó. Helyes, menjen áll. Pedig még csak 9 óra 21 van. Megnézem, hogy legalább kiderül, hogy jó-e az öltözékem, mert elvileg jónak kell lennie. Már ennyit fizettem érte. Így van. És bírnám, hogyha nem lenne jó. Nem, már elindul az öltözető, akkor már jó. It's Nico Bellic. I'm here for an interview. Welcome to Goldberg, Ligner, and Scheister, sir. Excuse me, sir. Mr. Bellic, welcome. Please, Mr. Goldberg is available. Mr. Goldberg, Mr. Bellic has arrived for his interview. Okay, great. Come through my office. Would you please follow me, Mr. Bellic? Sure. Mr. Goldberg is such a saint. He teaches kids to swim, you know. He's just so warm and giving. All he cares about is making the world a better place. And boy, are you in trouble if you get in his way. Do you think he'll like it? Menj már. Jó, jó, az ember szemben. Ha jön veled szembe valaki, azt lök már fel, de nem jön, mert ahogy táncba. Hello, Nico. What's that short for, Nikolai? Nikolaj! Jével. Nikolaj! 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 Nikolaj.
So you're the sort of man who doesn't wait to get told what to... Where are the files for your case against McCreary? Shit, they're on my desk. I never hurt anyone. I wouldn't be here if you'd never hurt anyone. Looks bad, looks bad. Get off me, get off me! Ennyire közelbről nem lehet. Eddig jó lesz. Gondolod, hogy el tudod találni innen. Mint ha meghalt volna. Rossz helyen vagyok. De grafikai hibák, basszus, nem igaz. Néha nem látok tőlük. Konkrét falat berak eléd. Ja. Tájékozódjál, bazd meg. Hát kijövök, ahol bejöttem. Picsába az áron. Akkor jól emlékeztem, hogy le kell menni. Azt írognám be a kurva faszát. Gyerünk már! Nem, hogy páncélt rakna ide, nem. Életet, ami nem kell. Best getaway vehicle. Azt olvastam, lehet, hogy bazd le a zsaduk. Végül is. Na ez tényleg jó jármű, hát ezt nem fogják összetörni egy hamar. Meg te sem. Ó, hát azért menne az. És beszarok, hogyha így megfogom őket. És tényleg. Már ki is értem a körből. Csak gyakorol korolni. Leráztam őket. Kamionnal. Atkákat. Így vedd el az atkákat Francisnek. Döglött atkák. Jó, szóval. Tényleg. Jó azt a sorozatot. Tetszik. Atkák. Mi az, hogy döglött atkák? Annak semmi értelme nincs. Döglött atkáknak van értelme. Bár a sorozatnak sok nincs, de... Nincs. Itt egyrészt nem láttam abból, de... Most jól jelent. Én se. Hát én, hogy nem. Nagyjából fél részt láttam, hogy összesen ezt úgy nézzük, hogy nagyjából 8 részből összetéve láttam fél részt, tehát... Mindig jó, hát annak kb. Jó, hogy nem hatodát. Shotspur kb. Ezt el fogom ütni. Hát ez egy szar autó. Abba kellett vinni a Manny-nek a holttestát. Az szép volt. Dodge-emezik. The fuck. Hát ott még halálában is csak kárt okoz az a szaros autó. Itt van még egy. Ez is éppen kárt okoz, milyen érdekes. Tényleg. Ó. Ezért jó a térkép, mert tényleg nem látjátok, hogyha esetleg túlmegyek, viszont így nem tudtok szólni, hogy túlmegyek. Én nem szólnék, hogy túlmész. Nem, mert te buzi vagy. nem azért nem szólnék, hanem mert... Mert leszbi vagy? Igen. Hot vagy, leszbi. Meg hot. Kamionnal beállok a rendőrségre, ez seems legit. Semmi feltűnés. Ki kurva kamion? Great! Peace at last! I feel cleansed!
You silenced Goldberg too, right? I don't need to worry about him? He's done. Whoa, music to my ears! A weight has been lifted. Here's your payment. $1,000. $1,000. Hú, de sok pénz. Kurva anyádat. Jó. Így berakod a kocsival. Íj! Fel kéne tölteni a... Aj, messze van. Akkor nem töltött fel. De hogy nem. Az szépen megállt ez a taxi. És egy szép ember vezeti. Going to Bismarck Avenue. Okay. Don't get over excited. Vitték az ajtót. És visszaszerzem azt a $17-omat. Aztán kurvára kell ez a 17 dollár. Igen. Sőt, többet is kaptam, úgyhogy jól jártam. Előbb kap. Kedvezmény, opa! Bázd meg! Hey, be cool, all right? Viszlát! Megy a mentő. Na, a taxisért jött. Vagy nem? Nem látom sehol. Na mindegy, akkor menjünk megint Francishoz. Frankis McCarrari. Na, figyeltem. Nem láttad mi? Beakadt. Itt vagy te? Még mindig be van a kedve. Ó, zsír, pedig drifteltem egy szépet. Most elindul. Ezt figyeld. Nem jól túlzottan kitekertem. Nem. De. Akkor de. Na, ezt figyeld, ezt a parkolást. Hussa! Az Isten meg... Basz... Holland éjszaka. Feri írt. Gondolom nem tud tovább beszélni. Gratulálok, Feri. Ügyes vagy, basz meg. Good to see you, I'm sure. You know, it's funny, but I see a lot of me in you. You know why? No. You know there's no good. Feri, ne pittyegél, mert idegesít. Just shades of fucking gray. Whatever. You make things 1% better, that's enough. That's our duty. If you say so. Oh, I do say so. I want to make things a bit better. By any means necessary. And you, what do you want? I want to get paid. Sure. Yeah, sure you do. So listen, I got something I need you to do. This is the last time. Of course. Some drug dealer is holed up in a tower block in East Holland. Now, this scumbag is pushing drugs. Yes, nem tudok jönni, nem csak egy kicsit kellett, addig elhallgassak. Amíg a Pat csatornát váltott. Nem, telefonál. És Ed meg úgy adta át az üzenetet, hogy már többet nem tudok visszajönni. És ezzel kénytelen voltam megint írni egy sort, és ez megint pittyegett. Van már.
Úgyhogy ez buta. A Bucky is érdekel. Mindenkit érdekel. Legyen már. Mellékes információk. Részletkérdés. How much? How much? Good money. $2,000. Two? You mean five? Ne akadjál be. Gonorrhea. If someone was to tell me you were some fresh off the boat killer with more balls than brains, I say he was about right. Okay, you got a deal. Head on up to Vark site and call me. 5 cheese.